az oroszlán. Ah! Oh! Oh! Ne! De hallom, hogy... Ez mi? Ez nem is Piggy! Ha van egy Roblox játék, amit rengetegen kértek tőlem, az a... Granny? Vagy vele, hogy mit mond a Granny? Mit mond a Granny, srácok? Szóval, a disznó Granny. Granny a malac. Duci Granny. Malac Granny. Erről a játékról beszélek, ami nem is Granny, hanem Piggy. És már van új fejezet, ami a 9. Fogalmam sincs, egyel se játszottam. Rengeteget kéritek tőlem ezt a játékot minden egyes Roblox videóm alatt. Úgyhogy próbáljuk ki. Biztos sokan kipróbálták, biztos sokan játszottak vele, biztos sokan készítettek róla videót. Most én is szeretnék róla videót készíteni, aztán meglátjuk, hogy lesz-e második rész. Mert ugye én elég sokat szoktam azért Robloxozni. Oké. Miért tikkel az ott? Jaj! Miért tikkel? Legyen egy player, a Piggy. Gondolom. Fogalmam sincs, hogy ez mit jelent és mit csinál. Ezeket rejtsük el. Na! Készüljünk Piggyre! Oink, oink! Nézzük! Oké, ki lett választva a fertőzött infection nyert. Oké, Konsueki lesz a Piggy. Aki a Granny? Segítsetek! Kiszállunk egy autóból. A rendőrautóból? Oké. Szóval ez az a hely, ahol George Piggyt utoljára látták. Mi volt ez a hang? Én nem hallottam. Leütöttek? Várjátok, egy Minecraft malac hang volt a háttérbe. Oké. Okay. Oh no, ki kell innen jutni. Na, akkor gondolom ugyanaz a feladat, mint a Grenátában, a Grenében, a Grenában, hogy ki kell jutnunk. Kontrollal tudok. Mit tudok? Összeszakítani a lábaimat? Jó. Akkor vannak itt növények. Aha, itt tudok bemenni egyes helyiségekbe, de akkor itt vannak más emberek. Ez nagyon hasonlít a Granny lakására, nem? Ez a rózsaszín. Granny rózsaszín felkelt. Figyeljetek, ott vannak lenn nála. Jézusom, de miért kell ebből Granny? Itt volt egy kulcs, úristen. Most mit? Ennyi volt? Ne nevettessetek már! Hát ez mi volt? Leestem, hát ott át lehetett volna menni. Újra! Amúgy, hogyha ti még nem tettétek meg és szeretnétek feliratkozni, akkor kérek szépen tegyétek meg napi királyságos videók minden egyes nap 18:00-kor, itt 00-kor. 00-kor itt jön a Sigergő csatornán, úgyhogy érdemes csatlakozni ide hozzánk. És kilógnak a füleim a izéből. Bocsánat. Továbbá szeretnétek menőséges cuccokat, azoknak is lent vannak a linkjei a leírásban. Na, nézzünk valami olyat, ami... Menjen a ház. Menjen a ház, mert az az alap. És most... Ha lehetséges, akkor ne halljak már meg rögtön, és ugye kezdhetem előről az egészet, mert ennek semmi értelmét nem látom megállás nélkül újra is újra kezdeni. Oké, ki lett választva a ház, és egy player legyen a Granny. Egy player. Aha, jó. Akkor nyitok már beadni, hogy én leszek Granny. Úristen, az a világ legnagyobb mákja lenne. Please, legyek én a Granny. 3. Még életemben nem voltam Piggy. Mindig Granny-t mondok, pedig ez Piggy. Oké? Ki lesz a Piggy? Ki lesz a disznó? Ki lesz a malac? Rakún, te malac! Te disznó! Hogy nem én vagyok a Piggy! Pedig én akarok lenni a Piggy. Na jó, megint kiszálltunk, igen, itt látszódott utájra. És hallgassátok, jól hallom, hogy egy Minecraft malac röffen-döffencs. Röffencs-döffencs. Figyelj. Ez egy Minecraft malac. Százszor hallottam már életemben Minecraft malacot. Ó, valakinek még szárnya is van. Na gyerünk, röffencs-döffencs. Engedje minket ki. Itt is vannak ilyen... De jól nyílik ez az ajtó. Ez el is dölt? Itt is vannak ilyen fegyverek, meg crowbar, meg mit tudom én. Szóval itt ne sétáljak át. Mert ide kell valami. Oké. Ó, várjál, belül tudsz menni? Ezt nem is láttam. És ez hova visz? Geronimo! Oké. Ó, ne! Ez nem is Piggy! Mi az Isten? Nem jó. Nem jó, létszíne. Ez nem is Piggy volt, ez oroszlán. De milyen? Ez nem is Piggy? Hát azon írva, hogy Piggy. Nem az, hogy oroszláni. Ez a játék. Most már tudom, hogy én miért nem szoktam ilyenekkel játszani. Jesus. Ó, itt már rögtön bekerültem a játékba. Oké, ez ami más pálya. Erre nem tudok menni. Hol akit lelőttek?
Mi az Isten ez? Fussál! Zenét játszik le és nagy botja van, meg kalapácsa! Hagyjál engem békén, hogy lehet felvenni a dolgokat? Szevasz! Ez mi az Isten? Nagyon ijesztő, srácok! Hogy lehet felvenni a dolgokat? Van egy kulcsunk. Ó! Ó! Ne! Mi az Isten? Mi ez? Te fiú, ez a játék! Úristen, srácok, berobott egy játékba és rögtön itt van a Piggy. Szevasz, Piggy! Várj, ez nem a Piggy? Ó, valakinek volt kártya ezt kinyitni. Van itt egy medence. Jézusom, mik ezek a hangok? Kint ég a tűz. Ott is van egy Piggy. Na várjál, ez valami nagy apartman épület. Nem, ez egy hotel. Ó, öcsém, a hotelbe, azt hotelba kerget a Piggy. A disznaj. A piglet. A röffencs döffencs. Kerget minket? Nem tudok ilyenkor, oké. Piggy elment 20 másodpercre. Jó, srácok, bocsánat, én ezekben a játékokban egyáltalán nem vagyok jó. Ja, itt van egy rámpa. Gondolom oda a tűzbe nem mehetek be, úgyhogy meg se próbálok, utána meghalok. Elment Piggy megint 20 másodpercre, de... Azt tudom, hogy ugye el kell innen menekülni, de hogyan? S mivel? Oda biztosan nem mehetek, egy tűzoltó készülékkel oda. Akkor menjünk erre. Keressük egy tűzoltó készüléket. Várj, hogy jöttem ide fel? Wait a minute. Na melyik oldalról jöttem? Mondjuk a másik oldalra. Csak nagy a röffencs-döffencsel összetalálkozzunk. De hallom, hogy... Jön utána? Jön hát! Hagyjál békén! Hagyjál röffencs-döffencs! Szerinted... Belemegyek én ebbe a játékba? Átverjük a röffencst! Gyere Röffi! Gyere Röffi! Gyere! Jó! Megyünk a másikba, megyünk a másikba, megyünk a másikba, megyünk a másikba! Aha! Jó! Elmenekültünk! Ez az! Ott van még egy röffencs! Most mi lesz? Ah! Ez mi? Ez nem is, ez nem is Piggy! Ez elefáni! Mi ez a játék? Te Jézus és ezt a... Ezt a gyerekek ennyire szeretik? Hát ez ijesztő, nézzétek, már jön utána egy elefánt! Valami kaszabjával, szabjával! Ah! Úristen, mik ezek a hangok? Miért szeretek ilyennel játszani, srác? Miért van bezárva? Ó, oh, megint jön Piglet! Észrevett? Jó. Oké, milyen csúnyák ezek az a... Várj, itt elbújok. Hú, te fiú, úristen! Na várjál, akkor van egy pigink, egy rózsaszín pigink, meg van egy elefáni fáni, akinek egy szabjája van. Te Jézus Máriám, srácok. Várjál, úgy kell, hogy ne lássanak. Hú, valaki meghalt. Még élnek páron? Ennyien élünk, vagy ennyien vagyunk összesen? Nem, most eltűnt egy ember. Jó, itt jön egy ilyen... Te hogy nézel ki? Ott van a röffencs. Nézzétek már ez a karakter, hogy néz ki, te Jézus Máriám. Ó, valaki megint meghalt. Figyeljetek, itt őrültek, bolondok háza van, nem is tudtam. Vagy még hozzám magyar vagy? Nem vagy magyar, miért lennél magyar? Itt is van. Jézusom. Jézus Máriám, srácok, én edesen félek. Én nem gondoltam volna. Ó, arra ott valami füstöl. Oh, egy fegyver! Piggy! Fegyverem van! És nem félek használni röffencs fejeden! Jézusom! Agresszívvá tesz ez a játék. Szóval a lényeg, hogy kiszabaduljunk. Várjatok, itt van valami füstölgő... Füstölgő golyó. Füstölgő dolog. Van egy kártya. Nem, inkább a fegyver, mint a kártya. Piggy! Mert ugye újra van töltve. Van aztán, hogyha járkálok egy újra töltetlen fegyverrel, az eléggé cringe. Game over! Tudok lőni, gyere! Hol vagy, Piglet? Ne! Ah! És még egy tikkel is, te! Mi a... Mi a Piggy?
Hát, srácok, nem tudom, hogy mit mondjak. Megmondom nektek őszintén, menjünk még egy menetet. Tetszik nektek ez a játék? Legyen még ebből folytatás? Továbbá, ami nagyon-nagyon fontos, szeretném megkérdezni, hogy Andival és Dáviddal volt egy közös Roblox menetünk, hogy abból szeretnétek-e videót látni? Ha igen, akkor írjátok le, csak annyit írjátok a komment szekcióba, hogy... Ezt mind. Új, itt már van ilyen... Jézusom, milyen vörös a szeme annak a piginek. Ó, szerintem rájött, hogy itt vagyok. Csak annyit írjátok a komment szekcióba, hogy Andi és Zsédav. Jó? Ha szeretnétek látni azt a közös videónkat. Andi és Zsédav. Ugye ez jön utánunk, igaz? Jól gondolom. Van nálam egy sárga kulcs. Lelőtték Pigit. Van nálam egy sárga kulcs, és nem félek használni, Pigi. Újra itt vagyunk. Ez fenomenális. Szevasz! Szevasztok! Szép volt, kilőtte le Pigit. Sárga kulcs. Hova kell a sárga... Visszatért? Visszatért? Pigi! Jön! Lőd le! Lőd le megint! És még zenél is. Meg hogy dübög? Szét... Láttátok a szemünk láttára szakadt szét az e... Jaj, bement a földbe. Pigi! Mit csináljuk a sárga kulcsommal? De miért halok meg, ha leugrok a földre? Csak le akartam gyorsan menni. Na jó. Szerintem nekem ebből elég volt, megmondom nektek őszintén. Ha tetszett nektek és szeretnétek esetleg folytatást, akkor nyomtok egy óriási lájkot. Ha nem tetszett, akkor nyugodtan használjátok a dislike-ot, srácok. Ti vagytok a leges legjobbak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És hát akkor találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Ha te feliratkoztál, ne felejtsd el. Szeretnéd beszerezni vagy megkóstolni a Tutti Juice-t, lent vannak a linkek és a bolti lista a leírásba. Köszönöm szépen, ti vagytok a legjobbak. Találkozunk holnap és minden egyes nap. Sziasztok!